Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Minden évben kétszer végeznek karbantartást a Kistelek úszodában. A téli leállást az iskola szünetre időzítették, fertőtlenítő takarítást végeztek, és olyan javításokra is szükség volt, amely a vendégek biztonságát növeli. Az elvégzett munkákról Kovács Zoltán úszodamestert kérdeztük. Jelenleg az éves leállásunk van a Kistelki fürdőben, ezt évente kétszer meg szoktuk ismételni, egyik alkalom ugye az iskolai téli szünet hetében zajlik, a másik pedig a nyári szünet első hetében. A termálfürdő leállásának fő céljai elsősorban ugye a gépészet karbantartása, a medencék biztonsági karbantartása, gondolok a csempeleválás, illetve balesetveszélyes dolgok kiküszöbölésére, illetve egy teljes vízcserét hajtunk végre, amely ugye az ANTSZ és az ellenőrző hivatalok felé fél évente kötelező. Jelen állapotban üresek a medencéink, kollégáink és én a medencéket takarítjuk, illetve a géptérben a szivattyúk, illetve homokszűrők mellett karbantartási folyamatok és lakatos munkákat végeznek a géptérben. A termál víz igazából elég maró hatással van a fém csövekre, és ezt évente elég komoly karbantartást igényel. Majd nem sokan látni fogják itt a kedves nézők is, hogy töltjük az úszómedencét, szeretnénk, hogyha a kedves nézők is látnák ezt a belső folyamatot, ugyanis ez nem mindennapi látvány. A kedves vendégeink, akik érkeznek, csak a teli medencéket, illetve fölfűtött medencét látják. Egy kicsi betekintést próbálunk ebbe nyújtani önöknek, remélem, hogy mindenkinek ez az állapot és ez a dolog tetszeni fog. Mi most jelenleg a harmadik napon tartunk itt a karbantartás során. Ez alatt a szaunák teljes higiéniai takarítása, illetve felületvédelme megtörtént. A medencék vízkőtelenítése, illetve balesetmentesítése, gondolok ugye ázott, puha bőr, hasad, reped, elvágja a pici csempe, illetve a sarkok, élek, próbáltuk őket tompítani, hogy ne legyenek annyira élesek. Majd az utolsó előtti fázis következik a mai napon, a medencetöltés, illetve éjszaka folyamán és a holnapi nap a medence vizek optimális hőmérsékletre való felfűtése, és a szombati napon pedig a nyitás, ahol várjuk kedves vendégeinket nagy szeretettel délután 2 órakor. Új időpontra kerül a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Januári fogadónapja. 2024. január 12-én kivételesen a hónap második péntekén várja ügyfeleit a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ezután a szokásos rendben minden hónap első péntekén tartja fogadónapját a társaság 8 és 12 óra között a Klebersberg Művelődési Központban. Az új év első hetében az elmúlt évben aktív egyesületek, intézmények vezetőit egy évértékelő interjúra kértük fel, továbbá a Kistelek Katolikus és Református Egyház Közösség lelki vezetői is elmondták, ők hogyan látták a 2023-as évet. Tariné Csumandró Angélát köszöntjük a stúdióban. Angéla a Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei egyesületének kisteleki csoportjának vezetője, és szeretnénk arról kérdezni, hogy hogyan telt az egyesület 2023-as éve. Azt gondolom, hogy nagyon aktívan. Egyrészt azért is, mert nagyon sok új tagunk lett, 121 fővel zártuk az évet. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan csatlakoznak hozzánk. Nagyon sok programunk volt ebben az évben is, amire már úgy tekintünk, hogy hagyomány, és nyilván próbálunk új rendezvényeket is szervezni. Amit így megemlítenék, és talán újdonság az egyesület életébe, az az élelmiszerbank, hogy minden hétvégén, szombaton és vasárnap élelmiszert mentünk,
Szegedről, az Aldiból és Tesco áruházból, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség a tagjainknak. Amúgy a szokásos fagyiparti, zsíros kenyérparti, kemencébe sült kalácsok, ezek minden évben, mint program szerepelnek, és ezt az idei évre is tervezzük, illetve most már az egynapos kirándulásokat is visszahoztuk. Az idén Budapest, vagy illetve tavaly Budapestre látogattunk el, és az idén is biztos, hogy elfogunk valahol. Szabó János Bence, a Kisteleki Református Közösség vezetője, református lelkész a vendégünk. A 22 év végén megtörtént az, amire az itteni reformátusok régóta vártak, lett egy saját temploma a Kisteleki Református Közösségnek. Erről szeretnék kérdezni, hogy ez hogyan valósult meg, illetve mit hozott ez a gyülekezet életébe? Igen, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy felépült itt ez a kis templom, mert egészen más így a gyülekezetnek a hozzáállás, hogy van egy saját helyünk, ahol mindenki szolgálhat, mindenki hozzáteheti a magáit. Úgyhogy ez egészen pontosan 22. október végén, amikor ugye a reformáció ünnepe van nálunk protestánsoknál, akkor zajlott ott az első istentisztelet, és így a 23-as év volt az első, amit úgy az elejétől a végéig itt már a templomban tölthettünk. Eseménydús év volt, azt mondhatom. Tényleg ez volt ugye az első húsvét, amit már így a templomban tölthettünk el, mert korábban a művelődési házban, meg az idősek otthonában, meg ahol éppen sikerült, még háznál is voltunk. Most azért más volt itt a templom épületben. Még akkor is, hogyha egy-két dolog ilyen idéglenes berendezési tárgyakkal zajlott, mert például a székek, amik a végleges berendezés vagy ülő alkalmatosságok, az augusztus végén jött meg, tehát még nem 100%-os az elkészültség, de már használható, és mi ennek nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Elég sok minden történt, tehát meg volt az első esküvő, volt az első ifjú pár, voltak keresztelők, az első az talán pont a mi legkisebb fiúknak a keresztelője volt a nyáron. Volt nyáron táborunk, ami szintén így, hogy volt saját helyünk, így kivitelezhető volt, és jobban lehetett vele tervezni. Nagyon örültünk neki, hogy 12 gyerek jelentkezett. Eredetileg nem tudtuk, hogy erre van-e úgy kimondottan igény, vagy nem, de jöttek óvodások is, meg alsósok ebben az évben, illetve most 2023-ban, tehát az elmúlt évben. És nagyon élvezték, én azt láttam, hogy nagyon kellemes 5 napot ilyen napközis jelleggel azt tudtuk eltölteni együtt. Ott Mózesről volt szó, és arról, hogy hogyan szabadította meg Isten az ő népét Egyiptomból, és ezt ilyen játékos formában, meg színdarabban, meg énekelve, meg tényleg úgy a gyerekek nyelvére lefordítva, meg hozzájuk igazítva próbáltuk ezt nekik átadni, és nagyon emlékezetes maradt, én nekem legalábbis ezek a visszhangok jutottak el hozzám. Indult ebben az évben női kör, ami megint csak újdonság volt, eddig nem volt, de ott kimondottan nem csak asszonyok, hanem fiatal hölgyek, idősebbek is, anyukák összegyűlnek, és szintén a Bibliával foglalkoznak, hogy mit mond a női szerepről, hogyan lehet nőként megélni a hitet, meg a kereszténységet, az Úr követését. Ami még nagyon fontos a számomra, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy indult konfirmációs csoport. A konfirmáció az ugye a hit megerősítését jelenti nálunk reformátusoknál, és felnőtt konfirmációs csoport indult, tehát 3 olyan felnőtt gyülekezeti tagunk van, akik szeretnék a hitüket ilyen módon megvallani, és a gyülekezet előtt megerősíteni, úgyhogy van egy ilyen kis felkészítő heti alkalmunk, amiben összegyűlünk, és velük is így nagyon jót beszélgetünk, és majd valószínűleg ebbe az évbe, 2024-be pedig fogadalmat tesznek, úgyhogy nagyjából ezek zajlottak nálunk.
A 2023-24-es tanévet, ugye nevelési évet szeptember 1-jével kezdtük, 101 kisgyermekkel 4 csoportunkba. A beszoktatás menete, hál' Istennek azt mondhatom, hogy zökkenőmentesen történt az új gyerekekkel is. Az is nagy öröm számomra, hogy pedagógusoknál nem volt hiány, tehát teljes létszámba kezdtük mind technikai, mind pedagógusi létszámmal a tanévünket. Ugye mivel a mi óvodánk a néphagyományok ápolására épül, ezt helyezzük előtérbe, ezért már szeptemberben az első ilyen néphagyományos ünnepünk az a szüret volt, ami nyílt nappá van téve a szülők számára, bejöhetnek, sőt segíthetnek is ugye a szüreti műveletekbe, amit azt gondolom, hogy már most szép lassan majd újra a Covid után mindenki tudja, hogy szabad jönni az óvodába, és be is lehet jönni. Itt a szüreti művelet után, tehát a sutulás, darálás és a most kóstolás után lehetősége nyílt a szülőknek a gyerekekkel egy kis festésre, barkácsolásra, és ami újdonság volt, hogy elmentek a csoportok a szülőkkel együtt, lehetett egy kört menni kis teleken lovaskocsival, ami a gyerekek számára rettentően nagy élményt váltotta ki. A következő ilyen hagyományra épülő ünnepség nálunk, ez a napsugaras ősz, ahol a nagyszülőket szoktuk ünnepelni. Minden csoportnak van egy napja, ez október 2. hetében történt, amikor a nagyszülőket láttuk vendégül. Mindenki készült egy kis műsorral, és utána lehetett a nagyszülőkkel barkácsolni, és ha aki úgy gondolta, az haza is vihette a kisunokáját, amit azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez a legnagyobb fénypontja, hogy ilyenkor a nagyszülőkkel haza szabad menni, nem kötelező, de lehet, és természetesen ilyenkor mindenki aztán vitte fagyizni, süteményezni, és azt hiszem, hogy a gyerekeknek ez marad meg, meg az, hogy együtt barkácsoltunk a nagyszülőkkel, úgyhogy ez nekünk is egy nagyon pozitív visszajelzés, mint a szülők, mint a nagyszülők részéről, hiszen nagyon kevés időt tudnak mostanában együtt tölteni sajnos. A következő ilyen nagyszabású rendezvényünk az már nem a szülőkhöz, hanem inkább a városhoz is kapcsolódik egy kicsit, hiszen az óvodánkban második alkalommal szerveztük meg a ruhagyűjtési akciót, aminek a bevételével az alapítványunk támogatódik, volt, hogy ilyen csúnya szóval éljek, és nagyon nagy öröm volt a számunkra, hogy szinte háromszorosára nőtt a behozott ruháknak a mennyisége, mint amit a tavasszal szerveztünk, és azt gondolom, hogy ez megint egy olyan pozitív dolog, ami azt mutatja, hogy érdemes bármit is csinálni, hiszen van neki eredménye, és már meg lett rendelve a gyerekeknek egy közlekedési pályához a táblák, mert ugye én nagyon régóta mondom, hogy szeretnénk az óvodába egy közlekedési kresszpályát készíteni, de mivel polgármester úr részéről fölvetődött, hogy az óvoda bővítésre kerül, ezért Isten igazából mindig halogattuk, hogy hol legyen ennek a helye, de most sikerült olyan eszközöket vásárolni, amit le lehet szúrni a földbe, tehát mozgatható, és a következő rendezvényünk bevételéből viszont majd futóbicikliket és rollereket szeretnénk, amivel megvalósíthatjuk ezt a régi álmunkat, hiszen itt a gyerekek tudnak majd közlekedni, amit azt gondolom, hogy városunk szempontjából is nagyon fontos dolog. Következő ilyen hagyományos részünk, ez a már a decemberhez kapcsolódik, hiszen az adventi készülődés, ez minden csoportban szépen csöndesen zajlik, minden pedagógus a maga személyiségének megfelelően készíti a gyerekeket a karácsonyi ünnepségre, és ugye közben téllapunk is megérkezett, és sajnos egy kicsit le is fogytunk betegség szempontjából, de a téllapon mindenkinek ott hagyta az ajándékát, és meg is kapták. Majd pedig következett a karácsonyi műsor, ami szintén minden csoportnak egy-egy napja volt, ahova a szülőket várták nagyon sok szeretettel, és én azt gondolom, hogy ennél szebb dolog nincs is, amikor a szülők nézik a csillogó szemű kisgyermeket, és ez a legszebb karácsonyi ajándék, én azt gondolom, hiszen nem az a fontos, ezt sokszor el szoktam mondani, hogy mi van a fa alatt, hanem az, hogy kiállja körül ezt a fát, és egy kicsit azt gondolom, itt most a csoportok is körbeállták az otthoni fákat, és egy pici hangulatot adtak a szülőknek, meg a gyerekeknek is, hogy szívből és együtt tudjanak örömmel ünnepelni. Hát ennyibe zajlott-e körülbelül a mi kis szeptembertől decemberig tartó munkánk. Jelenleg az óvodában ügyelet folyik, ahol ugye a dolgozó szülőknek a gyermekeit fogadjuk ilyenkor. És akkor gondolom 2024-ben tovább folyik a tanév, illetve, ahogy hallottam, programot is szerveztek, szintén az óvoda javára.
Hát igen, kérdezték nagyon sokszor már tőlem, hogy mi van a kerti partival, mert ugye nagyon régóta van a mi intézményünkben, óvodánkban egy kerti parti, ami eddig mindig az óvoda udvarán zajlott, és egy gyönyörű hangulatot adva ennek az egész rendezvénynek, ami azt gondolom egy kicsit különlegessé is tette, de mivel azért az időjárás elég sokszor megtréfált bennünket, akár az eső, akár a szél, meg aztán ugye Szegeden a Deja Vu Fesztivál is egy kicsit keresztbe húzta a vendégeink létszámát, ezért azt gondoltuk, hogy most március 9-én lesz a közösségi házba egy tavaszköszöntő retro party, aminek a zenét Rekeszki Zoli fogja szolgáltatni legnagyobb örömünkre, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Az óvoda Facebook oldalán folyamatosan frissülni fognak az információk, és ennek a kis rendezvénynek, retropartinak a bevétel is természetesen, hogy visszaforgatódik a gyerekeknek, hiszen az eddigi rendezvényeknek a bevételéből is kirándulni mentek, vagy egyéb eszközöket vásároltunk a csoportoknak. Valóban egy mozgalmas és nagyon szép évünk volt. Minden településen próbáltuk a közösséget összefogni, összetartani, iskolákban, intézményekben jelen lenni. Én magam is nagyon sok intézményben, most már óvodákban is hétről hétre megjelenek, és próbálok a gyerekekkel foglalkozni, és ez nagyon jó dolog. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy tudtunk-e valami látványos, szenzációs dolgot tenni, akkor azt mondom, hogy nem. De az egyháznak nem is ez a célja, hogy valami elkápráztató dolgot tegyen, hanem az, hogy mint egy kovászként jelen legyen a társadalom és a közösség életébe, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon láthatatlanul és belülről formálja az embert és a közösséget. Hát ezt próbáltuk tenni a mi eszközeinkkel, ami apró, szinte láthatatlan gesztusainkkal, és ilyen értelemben bízom benne, hogy sikeresen és hatékonyan tudtuk végezni a feladatunkat. Az egyháznak a legfontosabb feladata az az, hogy jelen legyen. A pap személyében, azoknak a személyében, akik hát Krisztushoz tartozónak vallják magukat, és nem az a cél, hogy szemmel láthatóan nagy dolgokat műveljünk, hanem kis, apró dolgokat, de azokat nagy szeretettel. Úgyhogy én alapvetően elégedett vagyok az elmúlt esztendőnek a munkájával, de biztos, hogy erről azért az embereket és a közösséget is meg kellene kérdezni. Én hiszem azt, hogy ami tőlünk telhetett, azt megtehettük, és ilyen értelemben hálás vagyok azért, hogy ezt az esztendőt is, vagyis az elmúlt esztendőt ezekben a közösségekben tölthettem. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Tájékoztatása alapján Kistelek egyes részein január 9-én kedden 8 és 16 óra között áramszünet várható. Az MVM munkatársai a közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fognak végezni. Ezen időszakokban a villamos energia szolgáltatás szünetelni fog a következő területeken. Kiskertek, Munkácsi utca, Pusztaszeri utca, Remény utca, Tápai utca, valamint a Víg utca egyes részei. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik Heti Mozaik című műsorunk, melyben visszatekintünk a tavalyi év adventi eseményeire.
Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!